jó itt lenni újra. Szinte minden arcot ismerek már legalább azt, hogy mindenki. És el kell mondanom, és ez nem dicsekvés, hanem a mai előadás valójában hozzátartozik. Ugye váratlanul, elég késve tudtam én meg ezt a hétfőt, és jó is, hogy ráértem. Akkor ezt a címet adtuk az előadásnak, hát ezt javasoltam, hogy beszélgetések az aggyal. Na kérem, ez egy teljesen új dolog, ami ugyan a nyelvvel nagyon is összefügg, hogy nyelvből vezetik ide az út. Tavaly ősszel kezdtem én ezzel egy önismerés nyomán, a nyelv hozta elő, nem is én foglalkozni, és barátom van, aki segített a könyveim kiadásában, Amerikában él, idősebb, 84 éves, de gyára van itt Tatán is, meg Kolozsváron is, mert nem kapta meg a magyar állampolgárságát, de a románok megadták neki, mert onnan vagyok. És elmondtam neki, hogy mivel foglalkozom. Hogy az új, hogy készülünk a új könyvvel, és akkor mondom, igen, és ennek a könyvnek az a címe, hogy beszélgetések az aggyal. Hát ez meghökkent, és mondtam néhány mondatot, hogy miről szól. Már harmadnap jött a telefon, hogy meghívnak engem a Magyar Kongresszusra, Clevelandbe, és erről kell előadást tartanom. Úgyhogy ott tartottam három előadást Clevelandben, december folyamán, tehát nem a régen. És a könyv az volt elkészült, mert akkor még nem volt teljesen kész, akkor felénél tartottam, most elkészült. Már valójában ki is van nyomva, csak még a könyv formája és a borító nincs meg. Könyvhétre megjelenik a Püski kiadásában. Együtt egy másik könyvvel, ami annak idején nagyon gyorsan elfogyott, 3 hónap alatt, mégpedig aki fázik, vád keres. Tehát 2 kis könyv, így együtt, hogy 280 oldal lesz, tehát nem lesz vastagabb, mint nagyjából, mint ez az agy Magyarország. Na most miről, mi az alcíme, hogy beszélgetések az aggyal, tolmácsa a magyar nyelv. De mi a célom? Mi ebben a különleges? Mert ebben nagyon különleges szándék rejtőzik a mögöttesben, mégpedig az a szándékom, hogy a magyar IQ-t, a magyar IQ-t a magyar nyelv segítségével növelni lehet. Tehát az iskolában a gyerekek agyi, szellemi képességét meg lehet növelni. Jelentősen. Minden különösebb nehézség nélkül. Na most, hát ez a egésznek a veleje. Na most, hogy mire alapozom én ezt? Hát egyrészt ebben könnyebben megírom, ami most majd várható, hogy megjelenjen. Erről szeretnék beszélni, ha mód van rá, mert Magyarországon még nem volt előadás erről. Azért nem volt, mert ugye ennek a megközelítése sokfelől lehetséges, de most azért merem itt, mert azért önök közül aztán majdnem mindegyikük itt volt valamelyik előadásomon, gondolom. Ugye hát elég sokszor voltam itt viszonylag, tehát nem egészen, mert azért alapozni kell valamire, hogy értsék, hogy ez nem egy nagyképű dolog, hogy ez nagyon is nem az én eszembe jutott, hanem a nyelv tudott erről. Ő közölte velem, és tényleg így van szó szerint. Tudjuk, az engem úgy, hogy most agykutató könyveket olvasok, agykutatással foglalkozó könyveket. Elolvastam egy 6-ot. És azt láttam előbb a könyvemből, hogy az agykutatók nem tudják, hogy hogyan működik az agy. Vagyis annyira keveset tudnak, én ezt most nem feddésként mondom, hanem tényként. Mert ugye ők kísérleteznek az egerek agyával, a patkányok agyával, talán a majmok agyával is, de az emberi aggyal ugye nem kísérleteznek. Mert nem lehet. Hát egyszerűen ez egy olyan ellentmondás, ugye, ami, szóval, hogy az emberért esetleg belehalna, mert egy halott embernek az agya az már nem használható. Az nem ugyanaz. Ugye Heisenberg mondja, hogy azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy az a testünkben foszfor, vas, stb. Tehát többféle fém és más elem van beépülve.
a vérben ugye a vas, ez a vörös szín adója. De azt mondja, ezt nem tudjuk az élő emberbe kimutatni. Csak akkor tudjuk kimutatni, hogy ez milyen elem, ha meghalt. Élő emberben, hogy vas van benne, nem lehet kimutatni, meg mész. Most már ki lehet. Hát most már talán ki lehet. De, hogy mondjam... A fűrajós vizsgálat, a rezgés alatt ki tudják tudni. Biztosan így van. Biztosan így van. De ez nem olyan, hogy mikroszkóp alatt szóval magát a táp, tehát mint hogyha veszem a... Veszem bármilyen, egy csomó más fém is van bennünk, ugye? Amire szükség van, ásvány, ásványi anyag. Amit az élő emberben ugye elrejtőzik a vérben, aztán a húsban, az izomban, ez nem lehet külön. Ez élőt nem lehet úgy roncsolni, hogy az úgy elváljék. Tehát más a helyzet. Na most, miért kerültem én ide? Azért, mert akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen, ami egy biztos az agyban, most arra készülök, mint a Trian Társaság országos elnöke, hogy a következő június 4-én lesz, végre először előfordul az, ami még soha Magyarországon, hogy közvetítik a trianoni megemlékezést június 4-én a Duna Televízió méghozzá. És ott beszédet kell mondani. Most ott én elmondom, hogy én nem vagyok jobboldali. Tetszik látni? Én baloldali is, hát mindig két oldalon megvan. Elmondom, ezt azért gondoltam erre, mert ezzel ez egy megbélyegzés. Hogy én akkor nem gondolhatom azt, amik valakik baloldali eszmének vallanak, az csak hozzájuk tartozik. Nem! Én magyar vagyok, másodszor is, harmadszor is, negyedszer is, meg az is maradok. De nem leszek jobboldali, meg baloldali. Ez megbélyegzés, különválasztás. Ez egy belső trianon, szellemi trianon. A francia forradalomban ez a megbélyegzés okozta nagyon sok vezető halálát. De most erre nem akarok többet mondani, csak azért jutott az eszembe, mert ugye ezt önök is tudják, hogy a jobboldali agyfélteke irányítja a baloldali részeinket. A baloldali agyfélteke pedig a jobboldalit. Na most a baloldali agyféltekét úgy hívják, hogy a néma. Én nem az agyról akarok előadást tartani, csak néhány alapvető dolgot mondok el, hogy ezt kell érteni, hogy miért fogtam én hozzá ehhez a dologhoz. Hogy egyetlen esetben tudtak élő embernél beavatkozni agykutatók, amikor nagyon súlyos, na hogy hívják azt a betegség, pillanat? Tessék? Nem, amikor elesik és úgy rángott, láttam is. Nagyon súlyos epilepsziás embernél átvágták középen az agyat, teljesen egymástól különvágták, és több esetben is, és volt, aki teljesen meggyógyult. Szóval mindenkinél használt valamennyire ez az átvágás. Na most ezt azért mondom önöknek, hogy én sem tudtam. Én sem tudtam, eddig, mint én legtöbbünk nem tudja, gondolom, hogy az agyunkban nem tudom, szóval először is 200 millió. És majdnem mindegyik agy kutató más adatot mond, de 200 millió. Valaki milliárdnyit mond, annyi neuron van az agyunkban. A neuron az kis központ. Minden neuron egy kis gyűjtemény, úgyhogy lényegében az agyunk bármelyik fele, bármelyik része a másik résszel tud érzni, mindegyikkel, bármikor. Na most ez ugye, ez vezetéket jelent. Irtózatos, ez az idegvezeték, irtózatos mennyiségű és nagyságú. Szóval te a napig tartó, a napig elérne, hogy ezt mind ezt az idegvezetéket egyszerre ki lehetne mutatni, vagy ki lehetne húzni, vagy nem tudom, mint egy célnát. Irtózatos mennyiség van ilyen az agyban.
Hát érthető is, hogy ahhoz, hogy én itt egyetlen egy szót kimondjak, ahogy mennyi minden kell, tessenek belegondolni, mennyi minden kell tudnom az egy szóhoz. Én magam is ezt szoktam mondani, nem most, már régebben, hogy azt tud igazán jól magyarul, aki fölfogja, hogy minden egyes szavunk mögött ott van az egész nyelv. Akár tudunk róla, akár nem, ott van. Mind, bármit mondunk, ott van. Másképp nem tudnánk igazán fontos, megfogalmazni igazán pontosan. Mondatok, hosszabb dolgok mögött természetesen, pláne ott van. Na most térjek rá arra, hogy mi foglalkoztatott engem. Azt foglalkoztatott, hogy hogyan működik az emlékezet. Biztos gondolt rá más is. Ugyanis a minden sejtünk körülbelül 6-7 évenként kicserélődik. Na már most. Ugye valójában az agysejtek is kicserélődnek. Az agysejtek mondjuk talán annyiban különböznek a test egyéb sejtjeitől, hogy nincs bennük fájdalomérző ideg. Tehát, hogyha ott belül szurkálgatnánk csak, azt nem éreznénk, mert nincs, ami jelezze. Viszont akkor hogyan emlékezünk? Gondolom, hogy a sejtekkel az van, hogy egyik fele a sejtnek az pusztul, de hozzá mindjárt a másik fele mindjárt épül. Tehát az leépülés és a pusztulással együtt jár mindig a felépülés. Na, még mindig kérdés, mert ezt sem nem tudják, hát nem tudtak erre, én emiatt is aztán nagyon jó, hogy elolvastam ezt a sok agykutató munkát. Legalábbis ezek, amik az elmúlt 4-5 évben, utolsó 4-5 évben jelentek meg, lehet, hogy valahogy Amerikában már tudják, vagy mondtam arról, én nem tudok, én csak arról beszélek, amit itt el tudtam olvasni, és ezt magyarul. Na most, biztosan, hogy az emlékezet, az tárgyi. Tehát nem egy levegő, vagy egy buborék az emlékezés az agyba, hanem valamihez kötődik. Valamilyen sejthez, vagy valamilyen vegyi folyamathoz. És ezt megőrzi az emberi agy akkor is, ha maga a sejt változik. Ténylegesen elpusztul és ténylegesen megújul. Akkor hogyan történik az emlékezet? Milyen óriási veszélyben van az emlékezetünk? Ugye nem gondolunk rá. És én akkor azt feltételeztem, hogy az emlékezet az irtózatosan parányi. Ja, még ezt elfelejtettem mondani, hogy mikor elvágták ketté az agyat, semmi baja nem lett egyébként, meggyógyult a beteg. Különleges baja nem lett. És ekkor jöttek rá, igazán bár már gyanították, hogy az agy nem csak telefonosan beszéli az egyik fele, ugye vezetékes telefonnal beszél az agy egyik fele a másikkal, hanem mint a hordozható rádió, hordozható telefon. Tehát az agyban is hullámok, nincs összeköttetés, de hullámok viszik át az egyik feléből a másikba, amire szükség van. Megkeresik azokat a sejteket, amelyekben olyan emlékezetünk van, amik éppen ahhoz a mondathoz kellenek. De azt megtalálják, azért kell ennyi, hogy gyors, és az, ez a hullám, kérem szépen, hát én ezeket nem én találtam ki, hanem most ezekből a könyvekből tudom, hogy ez a hullámzás, ez a rádió hullámzás, amelyik így az agyban működik, ez gyorsabb a fénynél. Hát a fénysebességnél gyorsabban történik, ami elképesztő dolog. Ugye az ember mi mindent tud meg úgy mellékesen, a nyelv, hát a nyelv volt, amelyik engem ide húzott, és hogy eddig eljutottam. Na már most, én azt gondolom, és ekkor kezdődött egy olyan elmélet, tehát egy biztos, az agy logikusan működik. Az agy csupa logikai felépítés, csupa logika és matematika az agyunk. Azt ugye én nem tudom, mert kérdés, hogy mondjuk az agy, most már úgy néz ki, hogy tudunk találkozni agykutatókkal, hogy az agy, mert a magyar nyelv, tűnik a magyar nyelv is, az érdekes benne, hogy a magyar nyelv is csupa logika. Csupa logika. Na most én úgy gondolom, ne ragudjanak, hogy kapkodok, mert ide-oda, mert
nem akarok semmit kihagyni, másrészt pedig ez az első olyan előadás, ami tehát erről a dologról szól, ami még nekem is kényes, és még nekem is új. Szóval úgy gondolom, hogy a magyar nyelv, az 50 évi kutakodás után, a magyar nyelv, a teljes nyelvünk minden szava válasz. Az egész nyelvünk válasz. Tehát a magyar, arra kell rájönnünk, hogy a magyar nyelvben a választ mondjuk, amit a világtól kaptunk, amióta magyarok vagyunk, amióta fölöttünk a gyerekkorból. Tehát a világtól kaptunk mindenféle ingereket, és a mi nyelvünk ez a válasz. Ez egy válasz, amiben ezért van rengeteg tudás. Mert az inger is, mint tudás, mint tudati inger jött. Tehát, hogyha ezért nem véletlen, hogy a magyar nyelvben a magasan, ezt biztosan említettem, de ha nem, akkor most ez csak egy mondat, úgyhogy ide tehetem, hogy Párizsban történt a múlt század 30-as éveiben egyfajta nyelvész vizsgálat, tudományos vizsgálat, hogy mely nyelvekben van sok úgynevezett hangutánzó szógyök. Na most az fölmértek a nyelveket, mint egy 100 nyelvet fölmértek. Most általában a nyelvekben ezek a hangutánzó szógyökökből úgy 4-5 százalék van. Beleértve az arabot, a hébert, mindent. A perzsa nyelvben találtak 27 százalék szógyököt. Mindjárt megmondom, mik ezek a szógyökök. A magyar nyelvben pedig 67-et. Tehát minden nagyobb nehézség nélkül. Mi ennek a lényege? Miért fontos ez? Én se tudtam, amikor ugye erről már korábban olvastam. Az a lényege, hogy a hangutánzáskor mi a valóságot csináljuk. Tehát a hang is valóság, levegőrezgés, akár az, hogy bum, akár a csatt, csett, akár az, hogy szsz, a szél. Tehát ez mind valóság, mert ez rezgés, a levegő mozog, kimutatható. Tehát mi, amikor ebből, hogy sz, azt mondjuk, hogy szél, vagy hogy sziszeg, vagy azt mondjuk, hogy bum, vagy azt, hogy dum-dum, vagy azt, hogy ratatatatatatata, akkor mi válaszolunk ezekre, amit hallottunk kintről. Mi ezt megfogalmazza a magyar nyelv, és ez a hangutánzó szógyökök, szó etimonok száma irtózatosan magas. Hát a nyelvünk, még ezek a majdnem, hogy elmond fogalmak is, mert a szél is elmond fogalma, nem foghatom meg, még ha érzem is, elmond fogalom. Ez nem az asztal, meg a szél, amit meg tudok fogni, az nem elmond. Szóval de az elmond fogalmak mögött is a magyar nyelv a valóságos gyökerét találjuk meg a szavainknak. Tehát ezért válasz a magyar nyelv a világra. Akár akarjuk, akár tudjuk, akár nem. Tudom, ezt nehéz fölfogni, én magam is nehezen. Tényleg, komolyan mondom, nagyon nehezen tudtam ezt érzékelni, és kellett ehhez az 50 év elég sűrű kutakodás, hogy ez egy egyszerre csak összeállt. Hogy tényleg nem arról van szó, hogy amikor azt mondom, hogy a magyar nyelv a világ nyelvei között, vagy nyelveitől lényeges tulajdonságai tekintve eltér, mindegyiktől. Hát hogy ne térne el, amikor itt egy logikai alap van, amiket matematikai rendszerek állnak. Mert ez a helyzet. Ez a helyzet, és most már egyre többen mondják, éppen egy Olaszországban, egy Firenze mellett él egy kedves barátom, aki írt egy nagy könyvet, amiben azt bizonygatja, ő szász. Tehát Erdélyből származott, két anyanyelvű, német és magyar. És egy vastag könyvet ír arról, hogy a magyar mennyivel rendkívülűbb, mennyivel használhatóbb, mennyivel finomabb, mint a német. Most ő ezt csupa példával írja le. Most mondjuk azt ő nem írja, meg ilyesmiről nem ír, hogy ebben egyébként remekül szerkesztett nyelvben, nyelvnek két ugye óriási dolog van, ami szükséges, mankó, derdidasz,
nem tudjuk használni a német szavakat, aki németül tud, azt tudja, nem tudjuk használni, nem tudjuk, hogy milyen neműek. Tehát nyelvtanban tudnunk kell mindegyik köz, hogy minden, milyen nemű. Tehát ez már egy olyan különleges segítő mankó, ami nélkül nem lehet a nyelvet igazán használni. De nem ezt akartam én mondani, vagy például mondjuk egy nyelvben nincs arra szó, hogy mennyi. A magyarban van a mennyi, van a hány. A németben ugye a wifi az két szó. Milyen sok, azt jelenti. Két szóból csináltak egyet. Hát mi is tudjuk mondani, hogy milyen sok. Ezt akár megállapításként, akár kérdésként. Na most egy nyelv, amelyben én most nem akarok többet mondani, mert nem nyelvek ellen beszélek én, csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon hiányzik egy ilyen matematikai, rákérdező szó. Sok nyelvben van olyan szó, ami feltűnően hiányzik, csináltak, mert használnak, hát tudják, de nincs, eleve nem volt egy eredendően adott. Mert mondom, hogy még a hány is itt van, hogy hány mennyi. Mind a kettőt tudjuk használni, de különbözőképpen. És ebből sem akarok sokat mondani, mert a mennyiség, ugye, az már nem kérdés, az már egy meghatározott dolog, hogy ez nagy mennyiség. Nagy mennyiségű. A hányat így nem tudjuk használni, a hányat, mert inkább az a hányattatás. A hányadiknál használjuk a matematikában. Hányság, ezt nem használjuk. De mégis van egy hány szavunk, amelyik számtani rákérdezés. Hány ember van itt? Ugye, mennyibe kerül, hány forint, és így tovább. Tehát itt két szó is van, ami használatos, noha a finomságában egymástól eltér. Most ilyen, csak egy példával nagyon sokból, hogy nem, ezeket ugye nem figyelünk rá, hogy az ördögbe, hogy ebben a nyelvben minden megvan a magyarban. Nem is tudom elképzelni, mert amit próbálkoztam, hát például ilyen szó, ugye itt hoztam ezt a könyvet, kérem szépen, az ember szám, ilyen szó magyar nyelvben nincsen, hivatalosan nincs. Csak ha rabozzuk, akkor használjuk, nem veszik ember számba, és így tovább. Egyébként külön se szótárba, se ember szám, ezt a kettősséget, ezt én hoztam így létre. Mert a szám jelentése a magyarban, már mindjárt rátérek, elnézést, hogy ennyit muszáj, ennyi kerítés, vagy körítést csinálni az elejére, mert ennélkül nem lesz az egész érthető, mert a szám jelentése a magyarban igazán nem tudom, hogy honnan jön. Mert az, hogy elszámol, leszámol, felszámol, kiszámol, beszámol, és így tovább, mindenütt ott van. A szerszámtól a számszeréig mindenütt ott van, úgy ezt száműznek, számkivetnek. Miért a számmal, azért is adtam ezt a címet, hogy emberszám. Hogy akit nem vesznek emberszámba, az számkivetik, számüzik, az számolhat azzal, hogy őre nem számítanak. És ő se számít. Szóval a szám ennyire meghatározza az emberi minőséget, a számba vételt, a számon tartást, és így tovább. Tehát ez a nyelv így, akkor elkezdtem nézni, több mint 100 szót írtam össze, amiben a szám benne van. És kerestem, hogy milyen szavakban, japánban, ugye a szamurájban ott van. Hogy milyen jelentése van, azt, hogy ezt még körül kell járni. Hogy ott van a számum, aztán ott van, kérem szépen, a finn szampó, a Kalevala. Amikor a szampó az a csodálatos malom, amiért küzdenek, mert ha azt a csodálatos malmot megszerzik, akkor az minden boldogság, mindent el lehet intézni a világon. Tehát a szamuráj is egy különleges, ugye meghatározás, egy szakrális dolog a szamuráj, ugye, hogy majdnem vallási dolog, élet-halálot összefüggő a szamurájoknak a szerepe, egyetlen vállalása, afféle kardos szentek, vagy mit tudom, kardos, nem tudom, mit mondja, papok, sajátos papok. Önnek megvan az a hitvallásuk, hogy a szeretni és segíteni a szegényt és az elesettet, és így tovább. Tehát na, majdnem vallási dolog a szamuráj, és még találtam
most nem jut eszembe, de nem is lényeges. Elkezdtem akkor keresni a módszerrel, ugye, amit én már tudtam használni, elkezdtem keresni, hogy azt mondja, hogy szám. Ezt szándékosan emelek ki a mással hangzókat, hiszen önök tudják, hogy a mással hangzók hordozzák a jelentés tartalmat. Erről már sokszor beszéltünk, de majdnem minden könnyűben meg kell említeni, hogy tudják, hogy szám. Na most kérem szépen, csak hozzáteszem, hogy amíg a szerszám az magyar eredetű a nyelvészeink szerint, addig a számszer így, mind a három érthető magyar szó, az horvát eredetű. Engem nem zavarna, csak ez annyira. Szóval ez még mégis érdekes. Tényleg, azt tessék mondani. Bocsánat. Itt találunk két mással hangzott. Mi itt az érdekes? Az én kisfiam nagyot hallgó, mert születés után egy hónapig nem besárgult, és nem cserélték le a vérét. És az idegvezeték, a halló idegvezeték sérült. Úgyhogy ő 70%-osan az egyik fülére, másikra is valamilyen 68-65. Egyetemen végzett, Széchenyi Könyvtárban dolgozik, semmi baj, nagyon sokat olvas, most megint fordulok hozzá ilyen dolgokba. Csak mondom, hogy ő nem tudta kimondani, hogy apu szeretsz, mert ezt az S finom hangot nem hallotta. És azt mondta, hogy apu teretsz. Na most aztán később én megtudtam ettől függetlenül, hogy a T az S-szé alakul át. Hivatalosan. Ez egy nyelvi szabály, nyelvi törvény. Na nézzük csak, hogyha én ide teszek, itt S-szé és a T átalakulás, és akkor itt van egy, az M-et hagyjuk, akkor kérem szépen egy nagyon érdekes dolgot kapunk. TM, szótő, nézzük csak. Annak idején Batukán ugye három tumennel volt jelen, vendégeskedett itt. 1200, mikor 41 körül. Három tumennel. A tumen az azt jelenti, 10 000 lovast jelentett. Ma is. Most én most, hogy voltam, ahogy mondom, hogy előadást tartottam Amerikában, ott kértem én tőlük, hogy szerezzenek nekem egy angol mongol szótárt. Hát csak egy ilyen vendéglátóipari kis szótárt tudtak szerezni, de mondjuk a számok benne vannak. És az az érdekes, hogy hogy megint a számítás és a számolás és a maga a sorszám is, tehát egyáltalán maga, a közönséges számolás. Mi azt mondjuk, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Tehát a magyar ráépíti az alapra. Tehát nem úgy, hogy 1, 20, 1 és 20. Tehát a mongol is így számol. Tehát ráépíti. Tehát a logika megnyilvánul a magyarban és minden irányban. Tehát ez tulajdonképpen ugye, ez a tumen többek között. De ott van a tömeg, a tömény, a tetemes, a tömkelek, a tömérdek, és így tovább. Tehát ott van még egy csomó más szóba, a szótőben ez a TM, vagyis az SM, a szám. Most ez csak azért szúrtam ide be, hogy mutassam, hogy a logika, tehát a magyar nyelvben bármit veszünk elő, mindig alapra épül a fölépítmény. Nem fordítva, már úgy építettek házat, meg sok mindent, építettek úgy, hogy először megépítették a tetőt, de tényleg egy ilyen, hogy is hívjákon, magasra emelt oszlopon, és utána lefelé építették az emeleteket. Ilyen már volt, de azért, aztán rájöttek, hogy azért ez fölöslegesen drága és kockázatos, úgyhogy azért nem így csinálják. Többnyire mindent alapról föltele építenek. Na most ez az al, ez az al, ez is ott van mindenre, ami lefelé mutat. Gondolnak rá, hogy például az alkú szavunkban miért van ott ez az al? Mert le akarom vinni az árat, hát azért alkuszom, nem azért, hogy drágább legyen, hogy magasabb legyen.
Tehát minden az alul rengeteg, nem mondom ezt végig, általában ahol az al így megtalálható, az alvásban is innen van, mert mintha mélyre süllyednénk. Ugye, tehát van egy ilyen, így emlegetjük az alvást. Teljesen természetszerűen nem is gondolunk rá, hogy miért. És az al ott is ott van. Az alom, ugyanúgy az állatokat, nem mondom, azt nem akarom mondani. Tehát azt láttam, hogy az agy működése, az totális logika. Vagyis, én azt kezdtem feltételezni, hogy ezek, hogy az agysejtekben, amikor például azt mondom, hogy diófa, akkor ott valamelyik agysejtnek az emlékezetében irtózatos kicsibe, tehát mondjuk az atomi nagyságnál is kisebbe megjelenik, fölépül igazából húsból, vérből az a diófa, amelyik a számomra a legelső diófa volt, a gyerekkorom diófája. Ott. Tehát, hogyha lenne módon gyorsan kikapni, megnézni, az a diófa ott lenne. Fölnagyítanánk. Tehát, hogy csak is így lehet, hogy amikor azt mondom, hogy emlékezem, akkor valójában egy igazi valóságra emlékezem. Aztán az eltűnik, vagy valami megint előhozza. Nyilván, hogy ez valamilyen elektromágneses, vagy egyáltalán az elektromosság ott van kicsiben, hát másképp nem lehetne előállítani energiát, amelyik a fénysebességnél gyorsabban, mert energia. Energia, ami átvisz innen valamit, egy fogalmat, átvisz ide. Fénysebességnél gyorsabban. Ezt egyelőre még elhívni is nehéz, de hát ezt ugye tudósok írták, amit mondja. De ez nagyon fontos. Tehát én tehát azt gondoltam, hogy amennyiben ténylegesen az agyunk fölépíti magába mindazokat a fogalmakat, valóságosan, templom, ház, emelet, Budapest, akkor megjelenik a Láncid meg a lényeges, ami bennünk Budapestről ide összeugrik. Amit ki lehetne mondom vágni és mutatni. Persze ez irtózatosan kicsi, tehát hogy a képesség az nem jelent más, mint hogy a képe sok. Valakinek a képe sok. Most ehhez az kellett, hogy én ezelőtt 20 évvel kerestem a ságség képzőnek a jelentését. Ez miből lett? Mert a rabok képzők mind önálló jelentési szavakból lettek, nem a semmiből. Mind. Ez már így van. És már ez a logika is nagyon meghökkentő. Ezt se tudják elképzelni. Nagyon sok nép, nagyon sok nyelvű nép. Hát az éppen múltkor volt szerencsém, hát minden esetben szerencsém vagy nem szerencsém, lényeg az, hogy egy asztalnál ültem a volt külügyminiszterrel, Martonyival, igen, Jókai Annával beszélgettünk, és akkor ő nyelv is előjött, persze, ott ültem, akkor önnek elő kellett jönni, és akkor mondja Martonyi, hogy ez tényleg érdekes, mert ő is vitatkozott angolokkal, és nem értették, hogy az angolban nincs meg ez, hogy a nem, nemzés, nemesség, nemzet, nemzeti, nemzetiség, nemzetség, és itt tovább még mindig van egy csomó. Hogy ez itt természetes logika. Hát ez nincs meg az angolban. Tehát, hogyha lefordítunk valami nagyon fontosat, a nemzetiségek helyzetéről, az egy külön szó. Vagy a nációnak ugye egy változata, ez a latin, vagy pedig egy teljesen más szó, aminek nincs köze ahhoz, ami nálunk. Most ugye én azon is sokat gondolkodtam, mert ez volt nagy gond igazán, hogy miért nemes a nemes. Tehát, hogy a nem, az egy tagadó szó. Ugye? A nem. Ez egy tagadó szó. És ez hogy kerül bele, mert tudtam, hogy biztosan van erre is válasz, mert az egész nyelvünk válasz. Úgy kérem szépen, hogy nem véletlen, hogy a Magna Carta után egész Európában a Magyar Királyság volt az, amelynek írott alkotmánya volt
ugye? Az aranybulla 7 évvel később. De annak viszont az aranybullának is voltak írott előzményei. Tehát azért ez sem, de ez egy olyan bizonyíték, ami azt mutatja, hogy nem vagy, szóval, hogy Európában elől voltunk, hogy a magyar királyság, ugye, mert király volt a Géza is, akárhogy fejedelmeznek most már. Ugye most itt Borbola János, biztos hallották a nevét, nagyon jó barátom, Hollandiában fogorvos, de most egy újabb könyvet írt a kitalált címmel a koronáról. Most az bizonyítja be, és bebizonyítja, hogy a koronán lévő többféle jel, meg jelkép, meg dísz, azok nem öncélú díszek. Legtöbb az matematikát jelöl. Matematikát, valamilyen mennyiséget. És a kereszt, tehát a keresztény kereszt, meg a koronán lévő több jel, azok kérem Krisztus előtt 2-3 évezreddel megvoltak. Tehát, hogy a korona mikor készült, hát kérem, itt most megint majd utána kell nézni, hogy sokkal-sokkal régebben, mindegy gondolják. Na most, és az az érdekes, mesélte nekem valaki, hogy ezt még az a katonai őrnagy is tudta, aki Amerikából a külügyminiszterrel, ugye, mert katonák hozták, még az a katona is tudta, mert beszélgettek erről valahogy, már nem, azt sem tudom, hogy melyik barát, nem magamtól találom, ki mondta, hogy az is tudta, hogy még egy ilyen korona nincs a világon. Nem abban, hogy mennyi arany, mennyi az arany értéke, vagy mennyi gyöngy van rajta, meg minden, hanem az egész együtt, a korona tannal. Tehát, hogy itt a magyarsághoz annyi különleges, rendkívüli dolog tartozik, amivel mi se tudunk. Mert igyekeztek bennünket erről elfelejtettek tájékoztatni. Ez megtörtént. Most ugye lányom, nem is tudom melyik újságból kivágott egy, mert nem olvasok újságot, csak nagyon-nagyon ritkán. Azért nem olvasok újságot, mert azt látom, hogy aki kirják, nálam műveletlen emberek. Nem tudnak annyit a legfontosabb dologról, most akkor miért olvassam el? Biztos kimaradok egy-két fontos dologról, de így van. Hát most nem így van. És amikor olvasom valamit, akkor tudom, hogy itt most még ezt meg kéne kérdezni, itt kell tovább, nem megy tovább, a térévese. Én tudom, hogy hogy kell tovább menni, most ezzel is azt kellek megkérdezni. Nem kérdezni. Most akkor miért nézzem? Hát azok is tudják, nem hiszem, hogy az én különleges egyedi felfedezésem. Csak az a probléma, hogy ilyenkor mindig elfelejtem, hogy hogyan akartam tovább menni. A nemes is. Nemes. Köszönöm szépen. Az újságok. Igen. Tehát kérem szépen, nagyon érdekes, hogy a nemesség, igen, és ezért mondtam az aranybullát, tehát a nemességnek joga volt a királyt kérdőre vonni, mint az az éppenséggel a luxemburgi Zsigmondra meg is tették. A király kérdőre vonták. Megvan, Kocsis Pista is közli, sokan közli, de nekem is megvan külön, hogy az egyik főnemes följelentette a királyt, hogy a Szent Korona ellenébe cselekedett. Na most erre a király, mint a Szent Korona alatt valója, megjutalmazta ezt a nemest azzal, hogy ő fölhívta egy nagyon fontos tényezőre a figyelmet, amit a király elmulasztott. Kérem, ilyen nincs a világon. Tehát nem megbüntette. Megjutalmazta, óriási birtok adománya. Az is ott van a szöveg, minden. Bár ez a Zsigmond ez egy nagyon skót ember volt, szóval ő a feleségét is bezárta, legalábbis szobafogságra fél évre, hogy arra az időre a felesége birtokai utáni álló adókat azt ő szedje be. Mondjuk ezt mondjuk azt azért tudom, mert 4 könyvet akartam írni 2 évszázadról, 3 elkészült, ez most még nem tudom, hogy a Zsigmond is elkészül-e, de olvasok hozzá. Nem, érdekes, az a Zsigmond ez a rendkívüli pasas volt. Hónapokra eltűnt az országból, Angliába, ide-oda mászkált, 3-4 hónapig, de óriási műveltsége volt, ezt mindenki tudta, egész Európa tudta.
aztán nagyon tiszt, hát három ágon folyt benne az Árpád-házi vér. Erre a luxemburgi zsigmond női ágon. Most ő nagyon tisztelte, az ő példaképe Szent László volt. És ő azt kérte, ha majd erre mellék Szent László mellé temessék, így is történt. Az más aztán, hogy ugye az a Szent László volt-e-volt-e a sírnál, de már nincsenek meg a csontok se semmi, a széldúrták azt is. A Romániában mit várhatunk? Tehát a nemességnek azáltal, hogy az aranybulla és a Szent Koronatan együtt egy sajátos alkotmányt jelentett. Tehát a nemességnek joga volt nemet mondani. Azért volt ő nemes. Nemes. Mint hogy valaki, mit tudom én, piros a haj, akkor vörös. Vagy azt a magyar ezt használja, ezt a kérdést. Nemes. Ez egy nemes ember. Tehát neki külön joga volt ehhez. Aztán már ezek már úgy eltűnnek, ugye. De minden esetre így keletkezett ide, hogy ez egy jogot, egy tagadási jogot jelentett, méghozzá vétek nélkülit. Tehát nem olyan, mit tudom én, ha valaki holokausztra gondol, akkor már nem tudom, hogy mi lesz vele. Mert engem azt elháborít egyébként, de úgy gondolom ezeket. A tovább menőre. Tehát így találkoznak össze, most menjünk itt a számokhoz vissza, hogy ez a könyv, ez a beszélgetés az aggyal, ez tulajdonképpen kisebb tanulmányok, amik össze, mint a lánc össze tartoznak egymáshoz, különböző közelítések, hogy meg tudja mondani, hogy mit akarok én mondani. Mert ez egy olyan válasz, ami kérdésként összegződik a végére. És ezért írtam azt le, hogy minden válasz megtalálja a maga kérdéseit. És ezért, tehát amit azt mondanak, hogy a magyar különleges gondolkodásmód, mert az. Ezt már külföldiek is sokan tudják. Egy egész más gondolkodásmód. Más az irány. Hát abban is más az irány, hogy ugye hogy nem azt mondjuk, hogy onányém ló. Hát ezt is mondtam már sokszor. Ez egy egyszerű példa. Onányém ló. Tehát, hogy szét van szedve az értelem és a logika. Már az ember szét van szedve. Hát ugye itt a ló a fontos, a többi az már csak hozzárakódik. Ugye ez a rang. Hozzáragaszkodik, hozzáragasztul, hozzárakozgatjuk. Hogyha szórakozunk, akkor szórakozunk. Szóval ezek minden jelentés, értelem, az mind játékosan, de logikusan függ össze. És ha megint egy olyan ösvényre térek, hogy nem találok majd vissza. Igen, ez nagy veszély. Ez munka közben nagy veszély. Hát kessék elképzelni, hogy már ott ülök órákig, így írom mindent, akkor valami közben, akkor nehogy elfelejtsem, akkor ezt leírom, akkor megint leírom. És akkor mit is akartam ott az elég? Hát ez ilyen dolog. Na most, kérem szépen. Tavaly, amikor megjelent ez az ember szám, amiről én azért féltem, hogy nem lesz könnyen olvasható. Eddig még nem találkoztam, mert új kiadásban is megjelent már, még ősszel. Még senki nem mondta, mindenki azt mondta, hogy nagyon rendben, jól tudták, nagyon tetszett nekik meg. Fölhívott egy ismeretlen ember, akit úgy hívnak, hogy Pós István. Nem ismertem, telefonon. Azt mondja, hogy hát most olvasta el az ember számot, és neki nagyon tetszett. Ismeretlenül. Hát mondom, ne tessék nekem most itt dicsérni, vagy udvarolni, vagy mit tudom én. Ha azt tetszik mondani, hogy nehéz, vagy hogy nem tetszett, akkor sincs semmi. Nem. Azt mondja, hogy ezt azért hívott föl, mert ő a Szovjetunióba tanult. Méghozzá ő űrmérnök. Ez egy rendes zalai paraszt családból származik, négy testvérével, pár tag sem volt egyébként. Ő nagyon jó fejű mérnök volt, és kivitték, nem is tudom, 70-es években talán, mint akkor tájt, akkor hoztak létre ott egy olyan
különleges egyetemet, amelyik az űrhajózással, az űrtechnikával, az űrszámtannal, az űrmatematikával foglalkozott. És azt mondja, és ezt sem vegyék valamiféle öndicséretnek, mert nem az. De jól esett egyébként, mert azért mégis az embert, ha azt mondják, hogy nem, ez tényleg jó felé futsz, az nem haragszik azért. Azt mondja, hogy ő ott pedig válogatott orosz, meg tehát ott nagyon kiválasztották, hogy kiket vigyenek oda. Nem is voltak olyan sokan, ez egy kisebb társaság volt, akik az űrtechnológiát, most ugyanis az űrben, csak úgy hozzáteszem a bért, nem tudná mindenki, az űrben két pont között a legrövidebb, ugye, mint ahogy itt a világban, két pont között legrövidebb az egyenes, mint távolság. Most az űrben ilyen nincs. Mert először is nincs egyenes. Így minden íven megy, és minden pont mindig mozog. Tehát, hogyha számítást kell végezni, akkor mind ezeket a tényezőket figyelembe kell venni. Minden pont mozog, a dolog éppen ezért egyenesen biztos nem érte ettől a pontról ehhez a pontig, akkor nem találja meg sose. Tehát egész különleges. És azt mondja, hogy képzelje el, mert akkor mondom, telefonon keresett még, képzelje el, azt mondja, hogy amikor ezeket elkezdtük tanulni, én nekem, mert minden karikacsapás, azt mondja, engem úgy hívtak, hogy a magyar zseni. Mert azt mondja, az oroszok mit kimlódtak ezzel, nem is tudom elképzelni, mondta ő. Aztán utána megismerkedtünk személyesen, ő szerzett nekem végül egy mongol szótár, úgyhogy a régi, akikkel együtt járt Moszkvába erre különleges ugye, csoportba, azoknak írt és küldtek nekem egy mongol-orosz szótárt. Ugye oroszul tanultam, ha nem is tudok, Magyarországon kívül oroszul. Ugye még a tanárom sem. Ez a másik csoda. De aztán megvan a nagy mongol szótárom. Utána személyesen megismerkedtünk a Pós urral. És mondja, hogy a maga könyve, a Bábel, meg ezek után jöttem rá, hogy nekem ez természetes volt, ezek a számítások, mert ilyen a nyelvünk. Tehát én így gondolkodom eleve, ahogy az űrben, ezek az űr számítások logikája szerint. Akár akarom, akár nem. Hát kérem azért, ez nem akármilyen igazolása, hogy a nyelvünkben mégiscsak valami más van. Hát azóta mondom, már többször is találkoztunk az öreg úrral, és mondta, hogy őt magyar zseninek hívták, és hogy csodálva nézték, hogy ő milyen könnyedén ezeket fölfogja, tudja ezeket a számításokat. Hát de még mindig most megint vissza kellene térnünk. Hogy az agyműködés, tehát én azt gondolom, és ezt már nem csak gondolom, hanem már vannak vállalkozók, tanárok, Kaposváron, egy csoport, akik elkezdték először egy szellemileg kissé hátramaradott gyerekeknél kipróbálni. Tudni, én azt hiszem, hogy és ezért nagy bűn, nagy vétek, hogy a Kodály módszert, ugye, el is tűnik Magyarországra szép lassan. Miután Japánban hivatalosan alkalmazzák, Kínában most vezetik be, elég nagy ország ahhoz, hogy nem. Szóval, hogy a gyerek látott egy ilyent, akkor már hallotta és tudta. Tehát én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik ebben most részt vesznek kísérleti alapon, az IQ-ját megmérik, és akkor elkezdik, még én sem tudom pontosan, egy ideiglenes módszert dolgoztam ki, amelyik azt jelenti, hogy egy-egy szóhoz, egy-egy fogalomhoz, tehát egy-egy szót és fogalmat ne egy helyen rögzítsünk, ne csak a szemünkkel, hanem a fülünkkel is. A mozdulattal is, a látvánnyal. Tehát látvány, hang. Tehát azt mondom, hogy bukfenc, akkor bukfencezzek is egyet. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát, hogy természetes legyen, külön a testem is kifejezze azt a szót, azt a fogalmat. Ezáltal a képzelet kénytelen ezeket mind feldolgozni. Mert ahogy egymásra fogja rakni ezeket. És nem felejti el, hogy az ugráskor mit csinált a láb, és így tovább. Tehát így 4-5 féle módon jegyezheti meg a szavakat a gyerek.
észre se veszi játékosan. Most ez az agyba beépül, és innen így ugyanígy előhívható. Tehát egy könnyebben tanul. A szókincse sokkal nagyobb lesz. A fogalom érzete nagyobb lesz. Tehát én ebben bízom persze. Tehát azt akarom, hogy az agyat biztassuk a nagyobb teljesítményre. Méghozzá játékosan. Mert végső soron, ha belegondolunk, hogy én magam is, és önök is így vannak, biztos vagyok benne, hogy ha valamit az ember meg akar jegyezni, akkor még azt mondom, hogy ezt nehogy elfelejtsen, még hozzá gondolok valamit, hogy nem tudom, a kertbe, vagy akár a konyhába, vagy a szobába, ezt azért teszem, mire mert ezek itt. Most ez tulajdonképpen ez. Most ha hozzáveszünk a Kodály módszert, amik mondjuk azt sem tudom, mert ezt nem tudom, hogy az agy mondjuk egy dallamot hogyan jegyez meg? Vagy hogyan emlékezik? Tehát mi történik? Nincs az agyba rezgés, tehát az zongoristák, ugye az zongora művészek hatalmas, órányi, óriási műveket fejből tudnak. Az agyunkban nincs semmi rezgő, amire elrezegné, de mégis ott kell lenni valamilyen módon, nem a semmiből jött, hát olyan sokat gyakorolta, ugye gondoljuk arra? Most annak az agyban nyoma van, valamilyen nyoma, és akkor ez, emlékekkel ez jön elő. A képességet azért mondom, mert elkezdtem mondani, hogy a sápség. Nem tudják a nyelvészek se, hogy legalábbis amikor még én ezt néztem, tavaly előtt, akkor nem tudták. Ugye a sápség az azt jelenti, hogy hegység, növelő. Katonaság, sokaság, tehát növeli a dolgot. Növelni. Most miért növeli? Azért növeli, kérem szépen, most már tudom, azért növeli, mert van benne egy S, és van benne a G-nek a kemény párja, mint itt is. Oká. Ez pedig a sok szavunknak, ugye? A sok szavunknak a képlete. Sok. Sokaság, sokasok. Ugye katonaság, katonasok, katonaság. Síksok, síkság. Így aztán alkalmazkodik az illeszkedéssel, alkalmazkodik, de már is itt van a titka a dolognak, hogy a sápség miért növelőképző ezért. Ott van a mögöttesében. Nagyon sokszor van így a nyelvünkben, hogy a háttérben ott van, hogy az a jelentés honnan származik. Tehát a képesség, az a jó képességű gyerek, aki látásra, látványra tanul. Tehát aki nem hangosan mondja a verset, hogy megjegyezze, hanem látványra tanul. Ugye szokták is mondani, egy vizuális. Ez egy jó, szép latin szó. Úgyhogy, amelyik etruszk különben egyébként, tehát egy kicsit már magyar is, már ott tartunk. Ez komolyan így van. Hát én ezt úgy megdöbbenek, hogy ezek a latinnak nevezett azok, ami biztos, hogy az etruszkhoz tartoznak, nincs vita. Hát azok voltak az első, csak a latinok később épültek rá, hogy a szavak mögöttesében valóságosan ott van mondjuk a felhőkarcoló. Ott van. Ott van, ha kimondjuk, akkor valamelyik felhőkarcoló, gondoljanak rá. Vagy éppen azok a tornyok, amik összejöttek. Tehát valami megjelenik a háttérben, és a képességünk, tehát sok képünk van. Van képünk, hogy sok képünk legyen. Ugye a képviselő, ugye, és ott a tulajdonképpen a király képében ment, azt jelenti, mint a király menne. Tehát hogy ez a kép szó és a képesség, és a képtelenség. A képtelenség az majdnem azt jelenti, hogy a lehetetlen. Tehát, hogy azért mondom, hogy mikor egy-egy szót kimondunk, több más szó támogatja ennek a jelentését. És ez erősödik meg bennünk, ez teszi egyértelművé a beszédet. Tehát én az agynak a képességét akarom növelni, hogy sokkal több képet képezzem, és maga a képző. Hogy a nyelvnek ki a nyavaja mondta meg, hogy a képző, hogy az képző legyen ez a nyelvtani.
szó, nyelvtani rang, vagy mit tudom én, az a képző. Mert a képző képet képez. Tessenek rá gondolni. Nem mást. Valamilyen képet képez. És akinek jó képessége van, az sokat képes képezni. És ez most már tudom, hogy nem képtelenség, mert biztos, hogy nem. Mert csak ideiglenesen, átmenetileg nem tudjuk, hogyha valami ott miért van. Most már hiszek abban, hogy minden szavunknak meg lehet találni az ős gyökét, ami valóság. Ami valóság. Mindig azt szoktam mondani, ugye ez a műanyag, hogy a számban van, a fog, meg hogy megfog valamit. Itt ugyanazt, itt kimondjuk, hogy ez mit csinál. Amit csinál, azt nevezzük meg, azt itt fog. Ugye foggal, körömmel. És az, hogy a fogda, a fogoly, a fogság megfog, elfog, lefog, fölfog, a fölfog az már nem. Nem, látszólag nem, mert ide tartani természetesen. Csak a fölfog az már nem olyan egyértelmű, mint a fogoly. Mert a fogoly be van zárva, egy cellába rácsok mögé, mint a fogunk mögött lenne. Tehát ezt még egy akár képzetlen ember is ezt rájön arra, hogy ez összefügg, minden bizonnyal. De az, hogy a fogadalom, hogy megfogadom, ugye, az már nem olyan egyértelmű, pedig az is ide tartani. Szóval ez a csoda ebben a nyelven, hogy ennyire, ennyire az ős valóságra, és főleg a fizikai valóságra, megfogható valóságra épül a fogalom szavunk, ami abszolút megfoghatatlan. Épp, de ezért hiteles. És a fogadalom az hogy illik ide? Hát úgy illik ide, hogy a foghoz tartozik. Nem illik ide, mint ahogy a fogalom is hogy illik ide, sehogy. Használjuk, mert ez van, mert ragozó nyelv. Tehát ez a ragozó nyelv. Mert ezek a ragok és a képzők nem csak a szó végén, a szó elején is ott vannak. Talán emlékeznek, mert erről szoktam beszélni például a van, de van. Hogy a rag, egy pillanat mindjárt, hogy a rag, a szó végén a helyhatározó rag, azzal kezdődik a szó, hogy van. Van, de van, bendőben. Tehát, hogy ezeket mi, de mindegyikben a lényeg egy bensőséges dolog, hogy valami belülső dologról beszélünk. Például azt mondom, hogy Bél. Hát miért Bél? Mert belül van. De, Bél. Persze, a belsőkben. Na most kérlek, tessék! Fogához veri a garast, én most értettem meg. Igen? Most. Fogához veri a garast. Fogja, el nem ereszti. Na ugye, ezt meg nekem nem jutott eszembe. Szerintem így? Igen. Aki fogához veri a garast, azt úgy fogja, beteszi. A saját otthon elteszi a szalmazsákba, vagy mit tudom én. Enne, igen, nagyon jó. Szóval ez egy elég nagy távolság. Ezért elég nagy távolság a fogához veri a garast, hogy eljussunk a foghoz, az alapvető foghoz. Na most fogadni mernék, hogy még itt se értünk mindent, de így, hát most itt tudok meg egy ilyen kapcsolatot. Hogy az látszólag marhaság, hogy miért veri fogához a garast. Azt mondják, hogy biztos beleharapott, hogy igazi aranyé, meg minden, de a jelentés nem ez. A jelentés az, hogy ő zsugori. Hogy összefogja, valahol elteszi. Az a valahol van benn, van az a garast. És növeg, tessék. Az jutott még az eszembe, hogy ez a fajtás szavunk. Fajtába társak lehetnek, nem eredtek innen? Nem tudom. A szótő itt a paj, poj. Na most itt jön például, hogy nem szabad a finneket kirúgni a rokonságból, mert a pojka az azt jelenti, hogy fiú. A szótő ott is poj. A ka az a magyar kicsinyítő képző. A pojka. Itt van. Na most ezt román szónak gondolják egyébként, csak hogy tessék. A pajtás az egy román szó. Nálunk kérem szépen, hogy a pajta, az a kérdés, hogy a pajta hogy tartozik ide. Bizony. Az a kérdés, hogy a pajta hogy tartozik ide, hát én erre most nem is tudok válaszolni. Ha csak valakit meg nem szólal, mint ahogy most tette, ugye, valahogy, hogy ez hogy tartozhat ide, nem tudom. A pajta, meg kell nézni, hogy mi is az a pajta. Szállás hely. Nem. Terántároló. Terménytároló a pajta. Tároló hely.
Van nyitott és zárt pajta. De általában színátároltak benne a magyar pajtákban. Ezt én tudom, mert én zavai vagyok, nekünk is volt pajtám. Tehát nem ez a probléma, de ide tartozik a pajkos. A pajtás. A pajtás szoktak, és azért lett pajtás. Hát ezt nem tudom, erre most nem tudok, mert amire választ adok, azt annak minden részé elő. De ennek nem tudom most minden részé. Nem Alibén került, nem egyszer, éppen a finn pojka miatt. És ugye ilyenkor minden P-ej, vagy P-j-s kezdetű szót meg kell vizsgálni. Melyik, micsoda? Itt úgy van, hogy pajta, tehát a ta az mindig helyet jelent. Úgy, mint tata, akkor tanya, a ta az mindig helyet jelent. Jó, ezt tudom, de ebből még nem vagyok okosám. De a más a pajta, miért került oda a pajta? A B és a B egymáshoz hasonlít. Tehát már is a pajtás, bajtás. A pajta... Ez valószínű összefügg. A bajtárs és a pajtás között biztosan van kapcsolat. De engem most a pajta érdekel. A pajta és a pajkos, meg a pajti pajtás. Hogy a pajta honnan jött ide, mert azt már gondolom, hogyha már a pajtánál tartunk, hogy a szállás. Mi az a szállás? Amelyik Szeppéken, sivatagokban, mindenit, ahol betértek, ugye? Hát én azt gondolom, hogy az nem más, mint amivel be volt fedve a szállas. Nád, vagy szalma, egyúttal az állatoknak is mindig kapott szénát, szalmát, tehát szállás többszörösen, egyrészt az, hogy hogyan, ez volt a jellemzője. Ez volt a jellemzője, a szál, másrészt kérem szépen, másrészt pedig az állatoknak is. Tehát azért tértek be, nem gyalogjárók tértek oda be, hanem teveháton, vagy lovon, vagy mit tudom én. Tehát széna is volt ott, meg szalma. A szalma. Na hát ez a szalma nagyon érdekes. Látja? Ez így megy, akkor nem tudom megjelenni a végére, de ezt mondom, hogy azért följön önöknek a szalma. Ugye ez azért érdekes, mert a szal, ugye itt van a szó elején, szalma. Ha azt mondom, hogy szalmát hoztam be, mennyi szalmát hoztam be? Egy jelent sokkal. Hát egy öllel. Kötényre való. Bármi, kötényre való. De nem egy szálat, ugye? Nem. Csak akkor hoztam be egy szálat, ha még egyszer megismételem. Tetszik látni? Szal. Mondtam. Szal. Nincs vita, hogy nem egy csomót hoztam be, hanem egy szálat. Hát nagyon nyelv, ilyenből is sok van, hogy amikor ugyanazt megismételjük, mint a bandában. Vagy például itt van ez a szó, hogy a hozhez-höz. Ugye a hozomány, teljesen logikus, a hozomány azt, amit hoztak. Azért hozomány. Mert ha én is hozzátettem valamit, akkor azt mondom, hogy hozzátettem a hozományhoz. Tehát még egyszer megismételjük. Tehát a jelent, ugyanazok a jelentések, egyszerre mást is még fölvesznek, hoznak magukkal, és adnak a szóhoz. Na most ilyen nyelv megközelítőle sincs. Meg se értik, meg magyarázni se lehet. Én azt hiszem, hogy ezek a jellegzetességek a nyelvünkben, ez az, amit úgy hívunk, hogy magyaráz. Ez az. És könnyen lehet, hogy a népnevünk, az nem is fajhoz kötődik, hanem a nyelvhez. A nyelvnek egyfajta működéséhez. Ezekhez, amikor ilyen ilyeneket csinál, hogy magunk is elnehetjük magunkat, hogy az ördögben van ez, ugye? És ez a magyar. Három a magyar igazság. Na most általában a hármas nyelvtani állapotok már véget ér. Most majd rondát akarok mondani, menj a anna. Három, itt a dolog. Hát három a magyar igazság. Na bocsánatot kérek. Igen, milyen jó, hogy mindenki érti. És a magyarok vagyunk. Na most az, hogy mondjuk, nézek valamilyen filmet, és akkor egyetlen dolog van, amit az angol mondani tud egy szörnyű helyzetben, sajnálom.
aztán egyetlen káromkodásunk van, hogy csekkfej, már bocsánat. Igen. Na, minden, ez a mi. Hát a magyar elkezdene káromkodni. Cikkalmas óra. Jó, elejtett ezt a dolgot. Na kérem, tehát összefoglalva, mert hát, ha tetszenek még kérdezni, meddig gondoltál? Holnap indul a 19, mikor megy? 7-kor megy. 7 óráig. 7 óráig. Így van, 7 óráig. Jó, azért álljunk meg valamit. Álljunk meg, 7-kor. Hát, ha lesz, most 7 körül van, ugye? Jó, 7-kor. Kérem szépen, na most tehát mindezeket, amiből csak ízelítő tudtam adni, meg így ilyen kis részleteket, de azért tetszenek érteni, most már érzékelni, hogy mire gondolok, hogy hogyan lehetséges ezt az agyat, ezzel a magyar nyelvvel tovább buzdítani. Játékosan, mindenféle nehézség nélkül, a tanulás ugye, hát ki szeretett tanulni. Olvasni, mert szeretném annyit tanulni. Hát érettségig, most mondtam, hogy az érettségig. Kérem szépen, érettségikort láttam, hogy te jó Isten, hát a magyar könyvemben csak a fele van meg, meg ilyenek. Nem is voltak meg a könyveim. Hát most mi lesz? Csak ezt azért mondom, hogy mindent elolvastam, amit csak lehetett. És én abból értem végig, amit még általános iskolában olvastam. Az unokám most már nagyon jól olvas, ötödikes. És azt mondja, hogy te papa, gondold el, hogy nem dicsengésből mondja, beszélgetünk. Hát ilyeneket mondja, hogy papa, hát nem mosnak kezet, ha WC-re mennek, mert onnan eljönnek a gyerekek. Hát rajtam kívül senki nem mos kezet. Mondom, hogy Zolika tényleg? Azt mondja, igen, így van. Hát ezt mondom, szomorú azért, te továbbra is csak mossak kezet. És azt már mondjuk már az elsőben tudtam, ami nagy baj ma a mai oktatásban, talán vannak, akik itt nálunk ezt jobban, vagy többet is tudnak elő, hogy az Zolika már első osztályban elég jól olvasott, de még voltak 5-6-an, akik ismerték a betűket. Tehát tudtam valamennyit. Csak aztán később is az Zolika maradt az egyedüli, én nem, ebben nem segítettem neki semmit, tényleg nem. Aki el is tudta mondani, hogy mit olvasott. És azt mondja, hogy most se tudnak olvasni rendesen, úgy olvasnak, hogy az nem baj, mert szótagolva kell olvasni, mert az angol kísérlet, ez csak az angoloknak jó. Csinálják továbbra is, de nekünk nem. Szóval, hogy megtanulni a képeket, a szóképeket, nem kell megtanulni a szóképeket. Az ABC-t kell tudni, fölismerni a betűket, mert azok a betűk minden helyzetben ugyanazt a hangzást kell kiadni. Azt írunk, amit ejtünk, azt ejtünk, amit írunk. Nagyon kevés ebből a kivétel. És ezért ugye, hát ezt már régóta ezeket az ember fölismeri. De azt, hogy miért van olyan erős kapcsolata a magyar nyelvnek a matematikával, hát most gondolják el, hogyha az ötös szám, az egyszer háromat jelentene, másszor meg hetet, meg számolni. Úgyhogy olyan biztonságosan beszéljük a nyelvünket is világosan, mint ahogy számolunk. Ott nekem, amikor Szent Ferencvárosban, azaz San Franciscóban, nekem összejöttek majdnem ennyien ott tanuló fiatal, magyar fiatalok, nők, fiúk. Ez meglepetés volt. Egy magánházban, de elég nagy, ugye az amerikai konyhák azok akkorák, mint ez a terem. Egyszerre konyha, ebédlő, el is fértek. És egy nyelvről beszélgettünk, tehát előadást tartottam nekik. Ők mondták, hogy nem szívesen mondtam, és ne is értsék félre. Hogy tetszik tudni, ez az angol, hát ez csak egy segédnyelv a magyarhoz képest. Szóval, hogy ők minden könnyedén megoldanak, ami gond van. Nem találnak angol szavakat. Tehát az, ami itt ment a magyar nyelv rágalmazása, ugye, a szókincs, meg mit tudom én, hát a magyar szókincs beláthatatlan. Hát hol van az benne, hogy az övé a fia és így tovább. Sokféle ilyen van. Hát hol van ez? Ezek hol jelennek meg? Amikor egy-egy hangzó viszi tovább, vagy jelzi. Azt, hogy kérem,
a magyarban minden egyes, az ABC minden egyes betűjének, hangzójának van külön jelentése, valamilyen. Nem csak az O, amely azt jelenti, hogy öreg, módon, régi. Egyébként japánul is azt jelenti az O, hogy régi. A többi is, tehát mindegyiknek van valamilyen jelentése már eleve. Tehát a legrövidebb szavak, vagy akár az egytagúak is, már jelentést tesznek egymás mellé. És úgy áll össze. Nem a semmiből. Minden mögött ott van valami valóság, amit tudunk, ha nem is jut akkor eszünkbe, de a tudat alatt össze van, összerakódik az egész. Most elkezdődött Kaposváron ez a kísérlet, a beszélgetések az adja, és be is akarják ottani tanárok adni Európai Uniós pályázatra. Hát én mondtam nekik, hogy én nem nagyon bízom benne, mert Európai Uniónak fogalma nincs, hogy ez tulajdonképpen is oda. És nem is hiszem, hogy megértik. Még jól is elsülhetnék ezért. Hát én megleveszéltem őket, csak mondtam, hogy azért nem tudom, hogy ilyen egyszerű lenne, bárcsak így lenne. Hát de legalább felhívják a figyelmet. Kétségkívül. Mert azért vannak... Figyelemfelkeltésre jó, ha még nem is nyer vele semmit, de... Így van. Szóval valami furcsaság van ezekben a magyarokban, mi anyja baja lehet az, vagy ugye, hogy mit akarnak ezek már megírni, vagy hát ne csak a Gyurcsáról menjenek innen hírek, meg mindenről, amik bennünket ugye egyszerűen méltatlanul és megszégyenítenek, ugye ezeknek a kitállalásában, meg az ilyen hírek, és hát így is van, hát kimennek, megírják, vannak itt, akik megírják. Hogy mennyire, ugye öljük a cigányokat, hallom a minden nap. De komolyan, ez egy teljesen cigány ellenes ország, mindannyiunk itt azzal foglalkozik. Na mindegy. Engem ez nagyon-nagyon olyan rosszul érint, hogy ez eszembe jut akkor, hogy... Ugye ezek mind célok, és ne haragudjanak, ez már nem tartozik ide. Most ezt közbevetem, de ez annyira rossz, fizikailag rosszul vagyok, amikor erről beszélnek és mondják. Hát a magyarnál befogadóbb nép nincsen. Azt is mondhatom, hogy a magyarnál szerencsétlenebb sincs, mert nem gyanakvó. Hát nem gyanakvó eléggé. És nem tudja, hogy mit ér, mit jelent magyarnak lenni. Mert mindezt együtt jelenti. Mert a világ nem olyan, mi vagyunk. Azt írja és nyilatkozza ez a bosnyák fiatalember, ugye, aki régész, a bosnyák, hogy ezek a mi piramisaink, mondja. Hát persze a magyar újságban is az van, hogy a bosnyákok piramisai. Ezek boszniai piramisok, legfeljebb. Mert ugye, azt, hogy most 12 ezer évesek, vagy 40 ezer évesek, biztos, hogy Bosznia nem volt, meg bosnyákok sem voltak. Tehát az egész félrevezetés, ez olyan, mint a szavainknak az elvétele. Ez általában jó szláv tulajdonság, sajnos. Én nem mondom, hogy a szláv emberek ilyenek, nem. Hanem egy bizonyos társaság. Mert mind ellen nyelvre hajtanak, próbálnak, csak hát nem, hiába, nem megy azért. Egy idő után ez nem megy. Mert ezektől a fiúktól, lányoktól tudtam meg ott San Franciscóban azt is, hogy mintegy 5000 magyart tartanak nyilván fizikai, matematikai kutatóintézetekben, egyetemek tanszékein, mintegy 5000. Mind név szerint tudják. Na, annyira híresek a számtannak kapcsolatban például, meg a fizikával. Aztán, hogy mellékesen vannak még egyebek is, ugye, mint a Galamb József volt, vagy mit tudom én. Na, tehát megpróbáljuk ezt a kísérletet, és hát azóta megint több agykutató könyvét olvastam. Most, hogy a könyvhétre megjelenik, addig én nem akartam, de most én ezt el fogom küldeni a Vizier Szilveszternek és még néhánynak.
hogy mit szólnak hozzá, hogy mit lehetne ebből, tehát megint, mert minden időt beszéltem, amiket az unokám mond a tanítással kapcsolatban, meg a lányom is, hát beszéltem tanárokkal, meg minden. És a helyzet az nem javuló a tanítást illeti, ugye a magyar híres magyar tanárok meg tanítók, az rosszabbodik. Persze ebben belenyúltak, beleszóltak ezzel az emelt érettségi. Micsoda marhaság, senki nem veszi figyelembe, más meg féltőre, egyik azt, szóval na mindegy. Csak mindig a kavarás, ami egyértelmű jó, azt is összezavarni, ahelyett, hogy segítenénk, azt előre vinni. Tehát itt az ország és a nemzet érdek messze háttérben van. Nézzenek, én nem tagadom, hogy én politizálok. Mindenhol. Ahol csak. Mindenhol. És én megütköztem, amikor Szili Katalin azt nyilatkozta, hogy majd a pártnak javaslom, hogy az én, nem nevezik el szavakon, de hogy az én, hogy én vesztettem, ezt vegyék tanúságnak. Nem azt mondta, hogy a pártnak a dolgait javítsák, mert ez is azért volt, hanem hogy az ő amúgy okuljanak. De még az volt a legszebb, ahogy ezt kifejeztette. Én nem a feleségem hallottam. Hogy az ő 60, illetve 30-valahány százaléka. 26. Igen, vagy 26, az még mindig jobb. Igen, úgy van, mondta a feleségem ezt, és nem hallottam. Ezt az iszonyatos ég. Na most, ez a, sajnos ez a bolsevista észjárás. Így van. De nem most 100 éve. Most aljas kommunikáció. Jó, hát persze az is természetesen, az ebben nagyon benne van, ezt én nem, de nem akarok erről beszélni, csak muszáj volt szólni, hogy az ő személyes, azt ne az a törődjenek, hogy a párt jobban másként a nemzetért csinálja, hanem hogy az ő, hogy abból okuljanak. Na kérem szépen, ezt az ügyet lezárom, ha van-e kérdése valaki? Tessék, a matematikai működését a magyar nyelvnek, hogy a betűk és a jelkép megalapozva minden irányba szimmetrikus. A zöngészség, zöngétlenség, a hosszú, a rövidek, a magánzor, de más a hangzottás, hogy ugyanígy ilyen formában. Kétségkívül így van, hogy ez is nagyon jellemző. Tehát tényleg erre se gondolunk, hogy nak-nek, ra-re, van betűk. Mind kétféle módon van, sőt, van választási lehetőség a hosszhez-höz. Amikor van egy mély hangzó, egy középmagas és egy magas. Tehát most ezt is, hogy az ördögbe, mert hogy alakulhat ki így egy nyelv, hogy megköveteli, hogy úgy beszéljünk, hogy a szótőben ott van a mély hang, ugye kalapba, nem kalapbe, hogy az jöjjön. Tehát valamiféle sajátos harmónia vezérli ezt a nyelvet. Mindenkit, akár egyetemen végzett, akár nem végzett egyetemen, még a cigányok is így beszélnek, érdekes módon. Tehát rájuk is hat, ez egy nagyon nagy erő, nagyon régi nagy erő működik, és harmónia. Akár akarjuk, akár nem. Na most ez miért nem alakult ki a más nyelvekben? Tehát itt egy sor olyan különleges dolgot tudunk felsorolni, amik a magyar nyelve, amelyeknek nyoma sincs más nyelvekben. Nyoma sincs. Egy-két rab még van itt-ottam ott, de nem úgy, hogy mi minden rabról meg tudjuk mondani, hogy kérem szépen, hogy az a rare, az a húj-húj hajrába is benne van. Mert a haj is drá, elez drá, azt jelentette. Tehát itt minden kapcsolódik valami valósághoz, valami régi, megfogható, átélt cselekvéshez, élményhez, minden, nem a semmiből van. Vagy a nagyon sok például a biológiai létezésünkkel kapcsolatos rag, képző, de maga a szó, maga a szavak is. Ugye, hogy mondtam ezt, nem úgy gondolom, hogy mondtam, hogy nézzünk egymással szembe, és akkor az arcunkon ott van a legrövidebb idő. Ugye? Pillanatot. Egy pillanat mondjuk. Azt jelenti, hogy rögtön, azonnal, mindjárt. Tehát, hogy ez is valóságos, oda a PL, és a pillangó is ugyanúgy rendben, és a lepke is, csak akkor PL az fordítva, ugyanazok a hangzók vannak ott.
Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek, ahogy a fogalomnál is a fogunkból indulunk ki, tehát ezek a dolgok, a testünk, a test részeink neveitől kezdve, a testünk cselekedetei, az izom egy kis rész, az íz van benne. Mint az ízeltlábból, ugye egy részből van, az ízből forrá, és így tovább. Tehát itt megint az ízből össze tudunk hozni egy csomót, vagy bármit. A szem. Hát a szem egy szem búza. A szem alakja. Tehát a szem ugye a legfontosabb, azt hiszem, hogy az érzékszerveink közül, ha megkérdeznénk, ezt károsan nem kérdeztem meg, de azt hiszem, hogy a szem a legfontosabb. Tehát a látás. Aztán én nem tudom, a hallás, vagy nem tudom minden. Ez a szem. Na most kérem szépen, az ember szavunknak az mi a szinonimája? Hány ember van itt? Hány személy van itt? A személy és a személyiség. Az pont a szem szavunkból van. Tehát ami amúgy is a legfontosabb, mint biológiai ugye érzékszer, az ember megnevezése, mint egy másik, szóval a szinonima a szemből van. Szem a lélek tükre. Hát minden. Él a lélek, az élet. Így van, szóval na, az aztán egy más dolog, hogy az el, ami az állatok ugye ellene, hogy az él van benne, az élet van benne. Ugye? Na de nem akarom, mert az egész társ mind sorra kellene vennünk, csak azt akartam ezzel megint érzékeltetni, hogy bárhova nyúlunk, a kapcsolat és a logika, az összefüggés, az okozati összefüggés, az van a mi nyelvünkben. Én szeretném jegyezni, hogy a Lányi Zsoltól hallottam először, de nagyon-nagyon követendőnek találom, hogy amennyire csak lehetséges, próbáljuk kiiktatni az idegen szavak használatát a nyelvünkből. Nagyon jó. Valami csodálatos kifejezéseink vannak mindenre. Igen. Mindenre van kifejezésünk. És ne az legyen az előkerül és a tudásnak a mércéje, hogy mennyi idegen szót alkalmazok a mondani valomba, hanem azt, hogy mennyire tudom a magyar szavakkal körbehatárolni. Így van. Köszönöm szépen. Én is így gondolom. Tetszett mondani néhány szót. A kifejezés, erről már korábban egyszer-két biztos szóltam, benn van a fáj. Mert a fej fejezi ki először, amit gondolok, én meg se szólalok, mert látszik, hogy most mosoly van bennem, vagy dűn van bennem, vagy öröm van bennem a fejem. Tehát a kifejezés innen jön. De a fej. A fejnek a jelentősége, mert gondolunk, amikor keresztregvényt fejtünk, hogy használjuk a fejünket, hogy ott se véletlenül van benne a fej. Tehát csak ilyen valami, ami ekkor jön elő. Ugye nem véletlenül van ott. Ugye a fejedelem, az hol van? Hát fönt, a fő. Mert a fej is fönt van. És a tehenet fejünk, ott mi a kapcsolat? Hát kérem szépen, azt teszik gondolni, hogy erre én nem gondoltam? Ugyanaz a kapcsolat, mint a... Mi a kapcsolat a fehér nép, és a nő között? Mert az nem fehér nép, hanem fehér nép. Ahogy Fejérvár is jével volt, Fejérvár, mert a fejedelmek városa. A megye nevébe, hála Isten, valami ilyen megtokosodott, rendes, öreg, ott írnok, benne hagyta, mert a Fejér megyét jével írják most is, Fejér megye. A fehér nép pedig mindjárt, a fehér nép pedig kérem szépen a nőjogú társadalomra emlékeztet. A nyelvnek ilyen különleges emlékezete van. Ugye, azt kérem szépen a szamíroknál volt utoljára, amiről tudunk, akikről egyébként Szibériát nevezték el a szamírokról. Ha úgy tetszik, szintén finnugor társaság, mondhatnám, hogy szkíta vagy hun, tehát ez a nagy népcsoportosuláshoz tartoznak a szamírok. Tehát a fehér nép nem a szint jelenti csupán, hanem a uralkodó jelleget őrizi meg.
Na most kérem szépen, a fej az ugyanaz, hogy azt mondja, hogy fej, fej mellett fej. Vagyis ott ülnek egymás mellett és fejéket állnak. Hogy pontosan mi közel a fejésnek a fejhez, kérem szépen, az valószínű, hogy az a fejtés volt. A fejtés. Amikor valahonnan valamit levettünk, elvettünk, kitermeltünk, vagy megtermeltünk, a babot is kifejtjük, hát mi köze? Csak ott van ugye még egy hangzó, és ez egy kicsikét megzavar. Minden bizonnyal erről van szó, de lehet, hogy nem. Na, igen, lehet, hogy nem, mert annyira, szóval annyira gazdag ez a nyelv, hogy több, sok irányból lehet egy-egy jelentést megközelíteni, egy-egy fogalmat. A bort is fejtjük. Azt is lehet. Hát az is mutatja, hogy ott is valamit elválasztanak, ugye? Igen. A másiktól. Hát a borkő az ott marad. Hát a bornak a tiszta része le. Tessék? Meg a seprűje. Meg a seprűje, így van. Tehát a fejtés, hát a ruhát is fejtik, amikor szétfejti a nagyanyám, szétfejti. Na ezt azt mondja, szétkül fejtenem, amikor valami ingelet áll, mit tudom. Ezt nem elég meg, foltozta is szegény. A szétkül fejtenem, így van. Tehát, hogy ezeket végig gondoljuk, ezek, tessék! Nekem a kaposvári kísérlettel kapcsolatosan jutott eszembe az, hogy a magyar nyelvnek az okosító hatása, hogy azért van esetleg olyan sok Nobel-díjasunk, hogy ezek a magyar emberek. Na most azt akarom mondani éppen, hogy ott a nyelv volt a döntő. A nyelv. A Teller maga mondta, ha eljön a tudásod, amivel rendelkezik, nem magyar a nyelve, akkor ő neki három fejének kellett volna lenni. Ezt ő maga mondta. Miért? És ki kényszerítette rá? Senki. És azt tetszett mondani, hogy hát például itt van ez az nagyon-nagyon egyszerű szó. Okos. Az, hogy ezt úgy kell elválasztani, ahogy az akadémia kívánja, hogy okos, nem is tudjuk, hogy miről van szó. Ez okos. Ki az okos? Az az okos, akinek a világ dolgaiban az összefüggésekről a legtöbb oka van. Okot tudja, az az okos. Vagy az okokat keresi. Vagy az okok, minden, szóval ezzel foglalkozik, összefüggésekkel, viszonyokkal foglalkozik, az az okos. Mert ezt csinálja. És ez összefügg a logikával. Tulajdonképpen az okosság az nem más, mint egy működő logika. Mint egy élő működő logika. Amikor tudjuk, hogy ez meg ez azért van, mert ez meg ez azért volt. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon egyszerű és nagyon-nagyon jó. Ugye? Hát úgy hívták, az álmos neve nem csak az álmossal függ össze, hogy ugye az anyja mit álmodott, az elemessel is. Az elemessel is, tehát a... Ugye? Mert az ész a nem megfogható dolog. Akkor micsoda, mert azt mondom, hogy tudat. Megint csak nem megfogható dolog, csak a tudásomból összeállt eszme. Ugye? Az ész nem azonos az aggyal. Mert az agy megfogható dolog. Agyag. Anyag. Mint az anya és az anya szavunk összefügg. Tehát az megfogható dolog az agy, de az ész az nem. Az elemzés is a gondolkodásnak egy kifejezése, hogy elemez. Az elme megint csak nem megfogható dolog. Tulajdonképpen az agy működésének egy másik finom kifejezése. Ez egy nagyon elmés meglátás, ugye? Nagyon elmés gondolat, hozzájárulás valamihez. Szóval annyit a csoda, hogy nem lehet egy más anyanyelvűnek, akinek fogva, nem lehet ezt megmagyarázni. Mert tessék. József Attila írja az, hogy kitágul, mint az Úr, az ember. És szép, se csöndbe térnek a dolog. Szóval az értelem tágulása. Igen, hát az értelem sem ész. Az értelem sem ész. Az sem ész. Az értésből. Igen, értésből. Így van. És nem értem, hogy az értéssel összefügg az érték, a szótöve. Tehát amit igazán megértünk, vagy ugye valamit
ez van az értünk, mi a tud ez. Tehát ezek mind-mind nagyon finoman, mind-mind összefüggnek, és az egyik értelmezés a másikat erősíti. De mindegyikben benne van a másik is. Szóval ez valami, mondom, olyan csoda, hogy amikor először ezekre rájöttem, én magam is tényleg, és még most is, hát ezt nem is lehet, minden olyan, mint az első, szerelem, vagy az első csók, vagy mit tudom, az nem egy ilyenre rálel, hát ez is itt van. Hát hogy nem tudjuk észre, ugye? És itt van a szemünk előtt. Hát kérem, van még kérdés? Hát tessenek ezen elgondolkodni, és beszélgessünk az aggyal, agyaljunk valamit, mert nagyon könnyen lesz ugye egy fogalom, egy megfogható dologból is, nagyon könnyen lesz cselekvés. Agy és agyal. Tessék? Nem kérdezni szeretnék, csak én most rácsodálkoztam el a kezésre. Tényleg azt teszük, hogy nincs egyetlen egy ilyen nyelv. Biztos. Nincs a magyar, tehát ezek a szóbokok meg, amit most itt hallottunk. Akkor ezek után nem csodálatos az, amit korábban hallottam, hogy a magyar az ős nyelv. Hát. Nem is csodálom, nem is különleges. Most, hogy... én most erre rácsodálkoztam. Igen, hát ez tulajdonképpen ezért sajnálom, hogy egyszer meg kell hallni, mert ez akkora csoda számomra, és ennyi 50 évnyi kutakodás után, még mindig ilyenek előjönnek, és akkor megállok, de jó Isten, tényleg, hát persze, hogy ez ezért van itt, ez ezért jelenti ezt, meg azért, hát maga az, hogy jelenti. Megint a szótő az, hogy jelen lét, a jelen, hogy itt vagyok, meg a valóság, meg a mostani idő. Tehát, hogy egy-egy dolog valóságosan és jelképesen és ugyanazt közli. Ugye tetszett mondani, ugye van ez a Leonardónak volt ez a mondása, hogy legfontosabb a szemlélődés. Sokáig nem értettem, hogy miért a legfontosabb a szemlélődés. Most már tudom persze, meg értem is. Sőt, továbbfejlesztem. Legfontosabb a fölismerés. Vagyis a gyereknek nem kell a tantárgyat megtanítani az iskolában, hanem a tantárgy a dolog szeretetét. Ha arra rájön, megérzi, nem kell az már biztatni, hogy tanuljon. Ez ilyen dolog. Csak azt mondja, hogy a hajlékot még megmagyarázni. A hajlék? Igen. Hát kérem szépen, a hajlék, nem tudok ám mindent megmagyarázni, de a hajlék az nagyon egyszerű, az ugyanazt jelenti, mint a héjlak. A hajlékban benne van a hajlékonyság, benne van kérem szépen, hogy fölénk borul valami, ami a tető, amit a tető jellemzi, de benne van a haj, rából a haj, a hajítás, a hajlítás, az elhajtás, a fölhajtás, a hajlékonyság, a hajnal íve. Mind benne van. Tehát a hajlék, a laklékluk, az benne van például a liget szavunkban. Mert a liget lunkatott. Ugye egy lunk, egy olyan, ahol lunkak vannak, liget. Tehát a K és a G így egymást helyettesítik. Tessék? Mint a hézagok. Hát mint a hézag is, ugye? A hézag nem más, mint az a héj, ami a tető és a padlás között van. Fölmegyünk a héjba, a híjúba. A hiány is innen van. És ráborul a tető, így lesz belőle hajlék. És ezt egy hajlékony nyelv. Nem fantasztikus, ez így van. Hála Isten, és ez csinál. Jó hely, innyi hely, jó. Igen, ráadásul ezt a hajlékot, tehát egy hajlítosságot is ugye feltételeznek. Tessék, parancsolj! Én azt szeretném kérdezni, hogy így a tanulmányozásai során sikerült egy olyan következtetése jutni, hogy a magyarról rokon nyelv van-e? Tehát a magyarról, nem hogy mi vagyunk rokonok valakivel, mint ahogy azt sokszor rám tűzták. Illetve a másik, tudom, hogy foglalkozott a kecsua. Igen, itt van egy szótár rész. És hogy van. Abban talált egy ilyen magyarázó? Kérem szépen, ez tiszta véletlen, mert erre nem gondolom. Nincsenek véletlenek. Így van. A véletlen csak azt jelenti, hogy nem tudjuk az okokat. Pillanatnyilag. Itt van, kérem szépen, a kecsua szótár készülő része. Itt van benne dosszírba volt.
először is, kecsua ragozó nyelv, az ténylegesen ragozó nyelv. A kecsua népdalok, azok mind ötfokúak. Nincs vita, mind ötfokúak. Ahogy nekem a szebedei Lehel barátom, amikor kiment, a lánya ott élt, a követségem, mindegy, lényegtelen. Szebedei Lehel hazajött, rohant hozzám, te azt mondja, mentünk ott Peruba, mert a kecsua nyelv az a inká külső nyelve, és Peruba élnek, két nyelvű, hivatalosan Peru, spanyol és kecsua. Azt mondja, te, mentünk, ugye elmentünk vidékre, és először mentünk vidékre, azt mondja, megálltunk az autóval egy szép tájon, és itt álljunk meg is, nézelődjünk, és akkor éneket hallottam. Énekeltek, mint egy kórus, nőkórus, mint egyszer sokan énekeltek együtt. És azt mondja, azt hittem, hogy Magyarországon vagyok. Egyébként minden más ellenére, amikor úgy 3 méterre beszélnek tőlünk a finnek, azt hiszik, hogy magyarul beszélnek. Ez a hangsúly. Hangsúly miatt van. Ott pedig a zene teljes rokonsága. Most a Lehel Zeneakadémiát is végzett ráadásul. Úgyhogy egy csomót le is kottázott. Na de ez mondjuk, ez már tudunk dolog, nem ő fedezte fel, meg nem is mi, ezt már sokan tudták, hogy ez így van. Ha már itt tartunk, tudják, hogy hány magyar név dal van, amit biztosan megvan, számon tartanak. 200-20-60. Igen, hát ezt mondta a Sárosi Bálint, aki ennek most legnagyobb tudósa, még Kodállyal ugye együtt kezdte, 200 000 földolgozott magyar név dal van. Most amíg itt az európai népeknél néhány ezer van, vagy még annyi sem. Egy-egy népnél. Most ezt gondolják meg, hogy milyen óriási többlet, műveltség többlet, lelki többlet, érzet többlet, tudat többlet, ami itt van mögöttünk. Hát persze, hogy nem örülnek neki. Ez egy óriási. Most ezt el kell sorvasztani, ezzel nem kell törődni, mert itt cipőtisztító ország lesz. Az mindegy, hogy kevesebb lesz a cipő, vagy több lesz a cipőtisztító, mint a cipő, de az lesz. Hát ne haragudjanak, hát küldik el a fiatalokat, egyrészt kimondta az a nem tudom milyen nevezett ember, hogy menjenek, miért nem mennek. Másrészt kérem szépen, a kényszer is oda viszi őket. Most egy rokonságon vele egy fiatal barátom, nagyon értelmes fiú, azt született, nem most, hanem 8 hónapja a kislányuk, és tehát nem tud annyit keresni, hogy ugye albérletet fizetnek, a felesége sem keres annyit, hogy egyszer belátható időn belül, 100 éven belül legyen saját lakásuk. Hát az, hogy el akar menni, megérte. De most már mégis azt mondta Jani, hogy nem megy, hogy marad. Ciprusra akartak menni, mert ott valamit kívántak. De most azt gondolják el, hogyha egyszer föl vagyunk tálalva egy tárra. A cél micsoda? Mindenki egyenként adósodjon el. A gyerek ne szülessen meg. Mert az abortuszra most óri... Biztos dolgozik meg, a másik oldal, nem? Megfigyelő gyakorlatilag. Igen. Hát ez a tényleg, hát közé tették. Abortuszra megy, nem a gyerekkórházra, vagy a szülő. Tehát ahol pusztítani kell, az öregek, hát ki, nem tudom megvenni, kérem a gyógyszereket. Komolyan, a feleségemmel ketten 30 000 forint körül, meg 40 000 forintban van, mind egyszerre kiváltam. Hát így mondták, mások még rosszabb gondolom. Most tehát, hogyha ezeket mind összeadjuk, hát akkor nem kell Jenny-nek lenni, hogy azt lássuk, hogy bizony itt bennünket pusztítani akarnak. Legalábbis nem szeretnek. Nem akarjanak, hanem csinálják. Csinálják, így van. Pusztítanak. Pontosan így van, tetszik mondani, fogalmazunk pontosan. Ne csak magyarul, hanem pontosan. Így van. Ez van. Na most, miközben kiderül ugye, hogy ez egy páratlan, ez a tudomány szempontjából nem lehet a magyar nyelvet pótolni. Amit ezen a nyelven el lehet élni, például a matematikában.
nem lehet máshogy, ott ahol most tényleg nem akarom a német nyelvet bántani, fordítottam elég sok verset németből, ugye az Einundzwanzig logika, szóval számolásban, vagy de most mondjam a franciát, ugye? Tudnám franciát, valaki tud franciát? Na, akkor mondja, mennyi a 80? Vagy 4 plusz, vagy mennyi a 90? 4-20? 4-20-10, igen. Most ezzel nem lehet rájutni a gondolkodásban sem, 4-20, 4-20-10 ez a 90. Szóval messze van egymástól a jelentés, mert vagy kifejezik. Nem beszélve aztán arról, én tényleg már mondtam viccesen, de ezt nem mondom, hogy mondjuk a francia azt krumplit mond és burgonyát ír. Na most ez csak vicc, nem érdekesen. De, na most, amikor nem biztos mindenben, amit mondunk, hát akkor nem jutunk el sehova. Hát akkor nem olyan messze minden esetre nem, mint amikor teljesen biztonsággal mehetünk egy irányba, a logika irányába. Mert a logika az egyetemes törvény. Tehát a logika az a törvény, amikor én földobok mondjuk egy kavicsot, akkor tudom, hogy amíg a kavics tömege nem nagyobb a földénél, addig a kavics esik a földre. Amint a kavics tömege lesz nagyobb, a földes megy a föld megy a kavicshoz. Ez kérem okokozat, mert a logika, ez egy egyetemes törvény. Egyetemes törvény, ez mindenre vonatkozik. Na most a mi nyelvünkben ez az egyetemes törvény, ez következetesen minden dolognál ott van. Minden dolognál. És hát ez nem helyettesíthető. Tessék, parancsolj. Még a táncház mozgalom aranykorában találkoztam Bajor fiúval, aki elkezdte a táncainkat tanulni, és aztán annyira belejött, hogy a nyelvet is nagyon szépen birtokolta, és ő mondta nekem egy ilyen utazástól, hogy a magyar az sokkal logikusabb nyelv, mint a német. És mondott is egy példát rá, hogy tudom, én ezt nem akarom megcsinálni, a német az a végén mondja azt, hogy nem. Igen, igen. Míg a magyar ugye rögtön az elején kinyilvánítja a fontos, lényeget. A fontosat, igen. Hát olyan, ezt példát szoktam mondani, hogy mit tudom én, a labda, az asztal lábánál van, akkor a nében demmel kezdődik, hogy mellette az asztal lábának, még nem tudom, hogy mi van, a labda a végén van. Szóval tényleg itt maga a logika kényszerít erre a, tehát itt a, nem az egyetemes logika kényszerít arra. Az, hogy a föld gömbölyű, az, hogy a világ végtelen, hát ezt úgy tudjuk, hogy gondolják meg, hogy a magyarnak nem akarom kimondani a szót, mert azt akarom mondani, tehát, hogy a világ, arra, hogy világ mindenség, arra nekünk még egy szavunk is van, a világ egyetem. Tehát, hogy most én kiveszem ezt a kettőt, akkor az egyenlő mindennel. Mert a világ mindenség az pont akkora, mint a világ egyetem. Tehát egyenlő. Úgyhogy, tehát itt a matematikai kifejezések is mutatják ezt a kör alakú bezártságot. Hogy visszatér. Ez a titka a körösi csomba, nem a körösi csomba, bocsánat, az is sok minden, a Bolyai János. Miért jöhetett rá magára a párhuzamosok problémájára, amit az apja nagyon tiltotta, hogy csak a paralellákkal, azokkal ne foglalkozz. Attól félt, hogy beleőrül. Hát nem őrült bele, hanem megoldott ezt a kérdést. Igaz, hogy bele egy időben szovjet Lobachevszki is megoldotta, amit tanultuk. Mert mindig bármire volt szó, jól tudják, hogy én most nem túlzok. Egyáltalán nem túlzok, mert ezt így tanítom. Hogy ez és ez, de igen, de vele egy ideileg már mit tudom én, szóval ez és az meg amaz, megoldotta. Hát kérem szépen, mi itt nem oldott, tessék? Talán még annyit, hogy 5 kicsi unokánkkal, talán ezt a szót mondom, hogy elképesztő, nem tudom ezt, mert lehet. Elképesztő, így van a képességük, ahogy ők alkotnak szavakat, és akkor a 3 éves mondta, hogy mert ez egy
ez ősi, tehát valahogy megfogalmazzák, hogy ami, tehát valami tudnak. Szóval ez én is csak bölcsülök tőlük, és inkább azt szeretném mondani, nem, ez egy nagyon jó dolog, ami nagyon rossz, ugye sajnos másik oldal is tudja, és az is elképesztő, amennyire a nyelvünknek neki mentek. Tehát az Alexandra mondja, csak most egyik még aranyos kis rajzaival, de az a sivárság, az a nyelvi borzalom, tehát inkább így mondom, mert nem is tudom, hogy itt, de a tévé a minimax adásain, tehát amiket nem engedünk nekik tudatosan, és akkor valahogy ők is megérzik a magyar népmesét, talán egyedül még azt lehet annak a közelébe engedni őket, mert a több vissza nem csak a öregeket hívják meg a fiatalokat, hanem nem véletlenül mentek neki a nyelvünkre. Tehát a kicsiből, az óvodáskortól, hogy a nyelvet támadják, sajnos. Így van. Na most azt nem tettem hozzá, hogy ezzel együtt az unokám az remekül tud angolul, és nagy mindenben jó. És akkor mondom neki, Zolika, hát tudod, hogy miért van? Mert olvasol. Hát már olvassa nem csak az én regényeim, ifjúsági regényeim, mert már nagyon komoly könyveket olvas. És az osztályban, ugye az osztály fele nem tud olvasni, ötödikben. Szóval, hát én még rosszabbat is hallottam, és az érettségizők közül is voltak, akik nem igazán tudtak olvasni. Na most ugye ebben nem az a probléma most, hogy magyar nyelv meg, hogy olvasni nem tud, hanem nem képes megtanulni valamit. Ez a lényeg. Ha nem képes olvasni, akkor nem képes gondolkodni sem. Mert a gondolkodás nem a semmivel történik. A bennünk lévő szavak használatának ugye bőségével, vagy éppenséggel, silánságával. Hát ez a képesség. Hát köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy ezt a kicsit mondtad. Csak azért mondja itt, hogy a kecsuá kimaradta. Hát egyetlen szót, van itt sok, ez mind rokon szó, ami itt van. 200 valamennyi, ami itt van. Csak egyetlen szót mondok, az, hogy mama, meg apa ugyanazt jelenti, meg ellen, meg papa, meg apus, meg stb. De hogy ez a rokonság, ez hogyan nyilvánul meg? Ez nem úgy, hogy egy az egybe, hogy az asztal sarka, mert kaptam egy baszk szótárk, hát kérem, az asztal sarka, mert olyan hülyeségek voltak összehasonlítva, hát nekem nem azt kell tudni, hogy az asztal sarka, hanem azt, hogy a felszem, láb, ezek mennyire. Van egy kecsúa szó, amelyik itt van, tudomán kívülről is nem kell ezt. Na, itt van egy ilyen dolog is, hogy például a csukán, az a csonka, a sonka. A magyar sonka számunk is a csonkából van, mert ez egy csonkított rész. Na most kérdez. Hogy van egy kecsua szó, amely úgy hangzik, hogy saru. Így, saru. Tudják, mit jelent? Lábnyom. Nem kell nagy képesség, hogy én, ha sarut akarok csinálni magamnak, teszem a lábam, körbe rajzolom, és arra teszem rá, hogy ezt a pártot. És ők tudja, hogy... Hát azt én nem tudom, de ez. Hát ez tény kérdés, hogy lábnyom. Nem az, nem ez, hanem hogy köszönöm, van, igen. Akit ő kapta meg ezt a nagy szótárat, mert három nyelven van, angol, spanyol és kecsua, és nyelvtan is van, mert amivel én dolgozom. Hát az én Ausztráliában ismerkedtem meg, a Róz. Valami kis, tényleg egy kis alföldi parancsnőnek néz ki a Róz. És úgy, hogy megörült, hogy engem ez érdekel, hogy elutazott Ausztrália, de nem ezért, persze másért is, elutazott Peruba, ott az egyetemen dolgozott, és következő évben, mivel magyar volt a férje is, meg most az élettársa is, mert a férje meghalt, hozta nekem Peruból, ide elhozta ezt a könyvet. Nem kis dolog az, hogy ezt emlékszik. Hát még egyszer köszönöm szépen! Hát majd legyék meg a könyvet!